nézzétek, hol vagyok most éppen. De úgynevezett nagybukó, itt pedig Tiszakoródnál vagyunk, közel egyébként az ukrán határhoz, és innen folyik le a túra Tiszába. És ezt anno egy olyan kb. 90 éve építették ide, hogy még megemelve, hogyha árad a Tisza, akkor ne tudsz össze a túrt vissza. Ennyi volt ennek az értelmek, nagyon jól néz ki, mert hát ugye ott fürdöttem az előbb. Jó igazi strandidő van, de hát közben akkor kijöttem ide videózni, és hát itt már annyira nem lehet fürdödni. És ez van, és arrafele meg ma a Tisza. És akkor, hogyha errefele nézzek, és arrafele van valahol Ukrajna. Nem is olyan messze egyébként, azért nem olyan pár kilométerre vagyunk a határtól. Úgyhogy mobilnettel csak óvatosan, mert átáll az ukrán hálózatra, abból baj lesz. Hát mindegy, hát ide se fogok egy hamar még egyszer eljutni, úgyhogy most itt vagyom. Lehetőséget kihasználtam, mert csináltam egy pár felvételt nektek. Előbb-utóbb kint lesz majd a YouTube-on is. Élőzni most nem fogok, mert mondom, hogy véletlenül átmegy az ukrán hálózatra, akkor az elég drága mulatság lenne. De egy szép környék. És erre fel lehet visszamenni a parkolóhoz. Hát most ez egy tényleg de videó lesz, itt nagyon mást nem tudok megmutatni. Csak mondom, leszaladtam ide egy kamerával, meg egy fényképezővel, hogy ha már itt vagyok, akkor muszáj késlittet csinálni. És meg mutatok nektek mindjárt még egy érdekességet, de az csak itt távolról. Itt van egy buszos, úgymond, hát kocsma vagy kajálda, meg hát meg hát ahogy éppen tetszik. Itt van maga az ilyen kiülős része, és a kiszolgálás pedig ebből a buszból történik, de ezt mindjárt megmutatom nektek közelebbről. Helyi csúcstechnika, ebbe a pótkocsiba van a berendezve a mosdó. Ként borzalmasan büdös és borzalmasan kicsi a hely, de nem is ez most nekünk a lényeg, hanem ez az Icarus. És ebből zajlik a kiszolgálás. Nézzétek meg, egy fényképet már raktam föl, de most akkor megmutatom videóba is. Szerződéses járat, szerződéses kocsma.